Siófoki Rádió Klub távirászai közel 50 éve országos, európa és világbajnoki szinten sportolnak. Így nem véletlen, hogy augusztus utolsó hétvégén immár 30. alkalommal adtak otthon Siófokon az országos amatőr rádió bajnokságnak. Ennek a versenyszámnak az a neve, hogy Ruhzeichen. Mi állítjuk be a sebességet, és a gép automatikusan adja a hívójeleket, 50 darabot, és ezt kell lehetőleg hibátlanul levenni. Hogyha elrontjuk, akkor csökken a sebessége, hogy lehetett hallani, egyre lassúbb lett a ritmusa az egésznek. Amikor jól csináljuk, akkor emelkedik a sebesség, és egyre gyorsabban jönnek ezek a hívójelek, és ugyanúgy hibátlanul kell levenni. Tehát az a lényeg, hogy minél több pontot, minél nagyobb sebességgel. Egyébként a Siófoki Klub a bajnokságokról arany, ezüst és bronzérmekkel szokott hazatérni, és csapatban is a világ élvonalában vannak. Édesapám barátja volt rádiomatőr, rádiomatőr szakkört vezetett, és a kosárlabdát éppen akkor hagytam abba, 1971-ről beszélünk, tehát 1943 évvel volt, akkor beiratkoztam egy rádiomatőr szakkörben, és ott fertőzöttem meg. Akkor még konstruktőr tevékenységgel kezdtem, építgettünk apuval dolgokat, és a morzét autodidakta módra megtanultam. Ez itt egyes eredményeim mai napig látszik. Ezt követte azért a rövidhullámú rádiomatőr tevékenység, vizsgák sorozata, rövidhullámú A fokozatú 8. koromban, majd 16 évesen B, 17 évesen C vizsga, 3 nyelvvizsga, és hát tavaly ünnepeltem, mint Howard B a 40. évfordulót. Egy nőnél ez egy nem egy szép szám, de hát 57 és fél éves vagyok, a forradalommal egyidős, úgyhogy erről szól a történet. Eredményekről is meséljen nekünk. Hát van néhány országos bajnoki címem gyors távirászatban, ételtevékenységben, amire legbüszkébb vagyok, 1997-ben Szófiában, gyors távirász világbajnokságon, gyakorlati versenyszámban nem találtam le győzőre. Az életem talán egyik legboldogabb napja. Ezen kívül 2 darab bronzérmet szereztem ott azon a versenyen. Még 5-6 éves koromban édesapám villamosmérnök volt, és már akkor ilyen detektoros rádiókat terelgettem össze. Utána fölkerültem akkor még úttörővasútnak nevezett vasútra, ahol kötelező volt a morze, mert akkoriban még 1964-68-ban még a nagyvasúton is nem számítógépek, hanem távirászok adták, vették a vonat indítási jelentéseket, és morzeznek. Így akkor megtanultam morzézni, középiskolában elég megismerkedtem ezzel a rádiomatőr mozgalommal, mégpedig egy nagyon híres film, az volt a címe, ha a világon mindenki ilyen volna. Ez arról szólt, hogy egy nagyon súlyos afrikai beteg megbetegedett, és akkor a rádiomatőrök leadták a segélykérést az egész világon körbe-körbe, nem akarom az egész filmet. Egy a lényeg, hogy valahonnan egész máshonnan Amerikába összeszedték a segítséget, megkeresték a légitársa, eljutatták a gyógyszert, és ez annyira megfogott, hogy nagyon érdekelt, és akkor, amikor én elvégeztem a középiskolát, akkor bekerültem az életbe, akkor megtaláltam egy rádióklubot, és akkor megtanultam, letettem az amatőr vizsgát, az vizsgálatokat, a tevékenység, és elkezdtem a rádiózást. Na most a távirász az azért érdekes, a Morse ABC, ugye Morse az egy amerikai festő volt, aki ezt kitalálta. Meglepő módon nem csak ez a találmány, ami tényleg jó festő volt, azt hiszem 3-4 képén még ma is megtalálható a Fehérháza eteményében, mert annyira híres volt. Ő összeállította ezt a rövid és hosszú jelekből a táviratot, és nagyon érdekes, hogy nem először a hadsereg, hanem az amerikai vasút kedvelte meg ezt a módszert, és ott kezdődött a távírás, a posta, meg ilyenek nem is foglalkoztak vele. Ezért lehet látni amerikai filmekben, amikor a vasútállomáson kijön az a könyökvédős ember, és hozza ki a táviratot, és mondja el, mert a vasút szabadidőben vállalta, hogy táviratot tovább itt persze pénzért. A Tamásnak mutatom, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy van két billentyű, akkor az egyiket ugye ez sima, ez meg ugye világosan látszik, hogy ebbe van ő. És akkor így megyünk be a TMG-be. És hogy egyszerűen a kettő? Egyszerűen csak egyik kell adok, csak akkor nem kell cserélgetni, hanem egyszerűen... Na. Fogod az egyik billentyűt, ki van rakva, be vagy csatlakozva a... Igen, értem, de miért az kettővel akkor? Azért, mert az egyiket speciálisan beállítottam betűkodására, a másikat számokadására.
Látod, milyen gagyi? Három izé van, semmit nem ért. De miért van rajta három? Hát mert gagyi. Ezt én csináltam, ez a jó. Ma. De sokkal profil mind alakat, én egy funkciát tekintve ugyanaz egyébként. De mi a különbség a között, hogy betűre meg a számára? Különbség az, hogy az is funkcionált, még egyiken a számítógép jön, a másikon meg az a hangfekis eszköz, a PNG, amivel billentyűzöl. Számítógépen lenyomod a billentyűvel mondjuk a M betűt, amilyen ütemben szeretnél adni, mondjuk 130-an beállítod, nyomod az M betűt, adja, hogy tátátátátátá, utána mások ezen meg tátátá, addig próbálni, hogy kettő nem lesz, akkor egyszerűen csak szépen fogsz adni. Ilyen egyszerű a világ. Mióta foglalkozik az amatőr rádiózással? Hát én magam 60 éve, és itt Siófokon. Nagyon nehéz volt annak az időszaknak a rádiózása, mert ugye nem kaphatott mindenki amatőr engedélyt, adókészüléket nem nagyon lehetett tartani, mert lefülelték az embereket. Azt hitték, hogy akkor kémkedik, ha adója van. Milyen késztetésből jött ez önnek, hogy ezt a tevékenységet válassza? 1949-ben iskolás gyerekkorom óta a pajtás zsebnaptárban benne voltak a morze jelek. És engem érdekelt, tudnélik a nagyapám világvevő rádióján mindig hallottam morze jeleket, és ezt meg akartam fejteni. Csak így tudtam megfejteni, és megtanultam fütyölve a morze jeleket, már akkor, 10 éves koromban. Kérem, mesélje nekünk a morze technikájáról. Hát gyakorlatilag az lenne a szép, ha a QTH-nkon, tehát a dolgozószobánkon lenne egyszer egy felvétel. A 25-30 készülék van az asztalon, az fele be van kapcsolva, és jóformán az egész világot figyeljük, vagy figyelem én is. Tehát akkor milyen a sáv, milyen a terjedés. Reggel, ahogy a nap kél, japánokkal beszélünk, déltájt már jön Közép-Afrika, Dél-Afrika és Európa, este felé megjön Kanada, USA, majd később este a brazilok meg a chileiek jönnek. Tehát ahogy a nap megy, úgy forog itt az egész rendszer a rádiózásban is. Melyik az a legtávolabbi pont, ahol sikerült kapcsolatot teremtenie, és amire egyben a legbüszkébb is? Távolság, a Marshall-szigetek, vagy a Karácsony-szigetek, a Hawaii-szigetek, ez a szigetvilág mind megvan, és nekem jó magamnak több mint 300 különféle országom van, amit lappal tudok mutatni. Tehát ez olyan nyugtalap, ha kapcsolatot teremtünk, küldünk egymásnak ilyen lapot, QSL-lapnak hívják. Melyik hallgatói közönséget szeretném megcélozni ezzel a tevékenységgel? Hát ez olyan dolog, hogy körülbelül 50 éve itt Siófokon az általános iskolákba megyek, felmérést készítek, hogy kinek milyen a kézügyessége, és aki megfelel, azt elviszük edzőtáborba, és azok jelenleg itt vannak. Itt Siófokon több mint 1000 kislányt, kisfiút neveltem ki az 50 év alatt, mert azt mondhatnám aktívnak, hogy 50 éve csinálom, és a gyerekek itt vannak mind országos bajnokok, sőt világbajnoki érmesek, aranyezüst és bronzérmesek ezek a gyermekek, akik kikerültek az iskolákból és megmaradtak. Hát sok nem marad meg, mert Londonban van az egyik lányunk, Los Angelesben, Varsóban, tehát férjhez mennek, elmennek, és akkor nekem állandóan új gyerekek után kell nézni. Most itt 37 a létszám, ebből 22 siófoki, tehát egy országos bajnokság. Több mint fele siófoki, és mind az én tanítványom. A mai rohanó világban és a modern technika fejlődéséhez mit gondol, milyen jövője van az amatőr rádiózásnak? Az amatőr rádiózás ez mindenkor megmarad, mert gyakorlatilag egy katasztrófa védelmi rendszert is kialakítottunk, van készenléti szolgálatunk, figyeljük a nemzetközi segélykérő frekvenciákat, és amikor a kommunikációs eszközök tönkre mennek, amik ma vannak a tűzoltóság, BM vagy bárhol, akkor a miénk még mindig megmarad, él, és tudunk közvetíteni. Hát például a 70-es évek végén, vagy az elején Marosvásárhelyre mi irányítottuk Veszprémen keresztül az antibiotikumot, mi rádiamatőrök, és a délszláv háborúról is onnan kaptuk a tudósítást, és rajtunk keresztül ment az információ. Tehát amikor ugye katasztrófa van,
akkor a miénk azért megmarad. Elsősorban azért, mert saját, privát, sőt a zsebünkben is van rádió, és tudunk kommunikálni.